40 évesen is minimum heti 5 napot végig dolgozik. Ha előadás van, akkor 6 napot, de az sem ritka, hogy a hét minden napját az operaházban tölti. 10-kor kezdi a másfél órás balett tréninget, utána jönnek a próbák, amik este 9-ig is eltarthatnak, színpadi próba esetén akár tovább is. Nem eszik cukrot, pedig olyan édes szájú, hogy a cukrászda teljes pultját ki tudná fosztani. 20 évnyi fegyelmezett munka után is ízzik a szeme, a sérülésből felépülve, rajtvonalhoz állított paripa módjára várja, hogy ismét felszánthassa a színpadot. Ő Szegő András, füredi születésű balettművész, aki március 15-e alkalmából 2023-ban a Magyar Érdemkereszt polgári tagozatának bronz fokozatát vehette át. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a díj. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon régóta szerettem volna már egy ilyen díjat kapni, hogy így is elismerjék úgymond a teljesítményemet. Nincs bennem még ilyen gondolat, hogy most holnap után visszavonulok, meg ilyesmi. Tehát nyilván ezért teljesen más, mint hogyha amikor mondjuk 20 évesen jöttem ide az operába először. Ugye 20 évesen szerződtettek, ugye most 20 éve vagyok itt, úgyhogy de teljesen más az embernek a teste. Nyilván sokkal tapasztaltabb vagyok, rengeteg előadás van mögöttem, ugye itt a 20 év alatt, hála Istennek azt kell mondanom, hogy gyönyörű szerepeket táncoltam el. Igazából minden olyan szerepet vagy feladatot eltáncoltam, amit szerettem volna, vagy amire nekem lehetőségem volt. Úgyhogy csak pozitívan tudok nyilatkozni igazából így a karrieremmel kapcsolatban. Szegő András 5 évesen kezdte utánozni Michael Jacksont. Ezzel a produkciójával nyerte meg a Radnóti iskola Ki mit tudját. Majd 1992-ben a szülei egy veszprémi jazzbalett tanfolyamra vitték, amit Katona Olga vezetett. Ő javasolta, hogy felvételizzen a táncművészeti főiskolára. Én előtte nem találkoztam így a klasszikus balettel, hát olyan szinten találkoztam, hogy néztem a tévében, megmondom őszintén, hogy nagyon nem tetszett. Akkor fiatalon mondom, hát ez borzasztó, szóval ez nekem nem kell. Nem így lett. Úgyhogy, hát igen, és akkor igazából 9 évet elvégeztem itt a Táncművészeti Főiskolán, tehát amennyit el kell végezni, és utána a vizsgakoncert után szerződtem ide az operaházhoz. Szegő András volt balettkurzuson Japánban és Spanyolországban, de nemzetközi balettversenyekre is küldték. A híres lausanne-i verseny alkalmával egy utcányira voltak Bezsár társulatától, ahova átmehettek egy balettórára. Később, amikor a Bezsár Balett Budapestre a Víg Színházba hozta a Bolerót, akkor erre is beválogatták a füredi táncost. Az operaházban számos főszerepet kapott, s mint mondja, gyönyörű volt az eddigi karrier. Elégedett és boldog ember, mivel mindent elért, amire vágyott, nincs hiányérzete, s még mindig szeret a balettteremben és a színpadon lenni.